Jó reggelt kívánok, ez a heti TV Pirkadat című műsora és Jazz Pirkadat lesz. Gaja Ferenc vagyok, és a beszélgető partnerem Gyálfás István, jazzgitár, előadó művész, tanár, zenekarvezető. Itt már benne voltunk. Jó reggelt kívánok! Már benne voltunk a beszélgetésbe, mert ugye gitárverseny volt nem olyan régen, a Magyar Jazz Szövetség gitárversenye, és zsűriztél ott többet magaddal, és hát nagyon szép emlékeid vannak erről, és hogy milyen fantasztikus tehetségű gitárosok voltak ott. Pár gondolatot erről, aztán majd átérünk a lényegre is. Azért azt el kell mondjam, hogy ez a bemutatás, ez egy kis fricska volt, mert az előbb beszéltünk, hogy mi legyen a titulusom, és én azt szeretem, hogyha a legegyszerűbb a gitáros vagy jazzgitáros, és ezek ellenére Feri elmondta, hogy... Igen, mert én olvastam valahol az interneten, és nekem ez megtetszett. És... Köszönöm. Hát ez nagyon nagy öröm, és tényleg nagy tisztesség zsűrizni ilyen mezőnyben. És ami érdekes, hogy zsűritag voltam 2000-ben a Magyar Rádió jazzgitár versenyen, amit Zoller Attiláról neveztek el, és nem csak én, hanem a László Attila is benne volt abban a zsűriben is. A kísérőzenekarból, a trióból ketten abban is ugyanúgy ott voltak. Igen, és nincsenek véletlenek. Nincsenek véletlenek, és csak eltelt 24 év közben. És azt kell mondjam, hogy irdatlan erős mezőny volt, és hát nem tudta az ember, hogy melyik ujját harapja meg. Hogyha valakinek egy picit jobban jött ki, az nyerte. Eszméletlen felkészültek voltak, és invenciózusok a srácok. Új lemez, új zenekar, gitár, madness, őrület, hogy mit találták ki megint. És ez milyen inspiráció volt, hogy most három gitár ritmus szekcióval egy ilyen új dolgot? Hát kicsit vissza kell menni egy 40 évet az időben. Na. Én nekem az egyik első nagy jazz, igazán ütős jazz élményem a Great Guitars együttes volt, ami három élvonalbeli amerikai gitáros volt, ebből kettő, az Oscar Peterson triónak, a legendás Peterson triónak a gitárosai voltak, Herb Ellis és Barney Castle, és Charlie Bird volt a harmadik, ez a Great Guitars, ők náluk, hát nem tudom, utána még az Aldi Meola, John McLaughlin. Igen, de ott nem volt ritmus szekció. De ott nem volt ritmus szekció, de ez egy ortodox jazz, ahogy Kovács Gyula mondaná, dolog volt. Na most ez a hangzás nekem nagyon beégett és beíródott, és mindig szerettem, azért nekünk van egy olyan gitártriónk László Attilával, Juhász Gáborral, ahol szintén ritmus szekcióval javarészt Attilának meg Gábornak a dalait játsszuk, de valahogy most úgy annyira szerettem volna az utóbbi időben egy ilyet csinálni, és nagyon hasonlóan gondolkodunk, hasonló az elképzelésük ezeknek a srácoknak is, a jazzről, swingelnek, a Rieger Attiláról van szó, és a Szalai Gáborról. És mondjuk el esetleg a dobost és a bőgőst is. Mondjuk el Cseh Balázs dobol, és Sós Marci a bőgőnél. Hát mondhatom, ez egy igazi baráti társaság, de az utóbbi időben nekem azért így van, hogy lehetőleg én nagyon-nagyon közeli barátokkal szeretek játszani. Ez lett volna a következő kérdésem, és ezt több muzsikustól megkérdezem, hogy mennyire fontos egy ilyen zenekarban, hogyha hosszú távon gondolkodsz, vagy valami, hogy a barátság működjön, vagy barátokkal lépjél föl. Nyilván tudjon valamit azért pengetni, de... Hát erre Kovács Gyula, mesterünk, te állandó bőgőse voltál, engem mindig felléptetett az utolsó éveimben. A norvég bőgőssel is, de mondta, hogy aztán... Istikém, elhívlak téged, bemutatlak a közönségemnek teltház pócékkel, és tényleg így volt. És ő mondta nekem néha nagy igazságokat, és egyszer azt mondta, hogy Pistukám, mondok neked valamit, és bel ne kezdjél. Ja. Ezek nyilván nem a szívedhez közel álló emberekre voltak kifütyülve. Én azt egyre inkább érzem, ahogy korosodok, igen, és érettebb vagyok, hogy ez egy annyira kiszolgáltató... Ez szép szó, érettebb. Érettem, jó, már megtartom. De jó, meg használhatom. Feriként. Tehát az van, hogy ez egy olyan egymásra utaltság, és annyira fontos, hogy megbízunk egymásba, és sőt, tovább tudjuk vinni egymás gondolatát, hogyha például az egyik szólista valamilyen irányba mozdítja a folyamatot. Szóval ez egy összetett és nagyon egymásra utalt mű, igazi csapatjáték. És ezért fontos, hogy barátok legyenek. Ez így van. Én ott voltam a
koncerten, a lemezben mutató koncerten, de előtte már volt egy fél éve, ha jól emlékszem, az Opuszban, ugye, egy másik, vagy pár hónapja? Hát egy pár héttel pár korábban. Héttel? Hát azt mondom. Március 6-án már bemutattuk, akkor volt forró, még alig bírtam fogni a lemezt, de a sajtótájékoztatót, illetve a sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatót, azt tartottuk az ívben. Igen, azt szerettem volna mondani, hogy nagyon jó hangulatú koncert volt, és a sajtótájékoztatóta nem értem oda, de hát jó kis buli volt. Nem maradtál le semmiről. Ugyanazokat mondtam, és ugyanazokat játszottuk, csak kicsit más sorrendben. Te is beszéljünk egy kicsit a szakmai dolgokról. Miket játszatok? Azt hallottam, hogy hagyományos, abszolút swing, bebop, vagy nem tudom, hogy apostrofáljuk. Saját számok, jazzödök, zöldek, vagy egyebek. Tehát ezen a lemezen. Hát általában ezzel a zenekarral. Igen. Amikor létrehoztam ezt a zenekart, vagy életre keltettük, mert összenéztünk a srácokkal, és azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy bulit így. Kipróbáltuk, és nagyon élveztük. Akkor egyértelműen jazz standardek voltak, amiket vagy már megvoltak hangszerelve, vagy arra az alkalomra hangszereltük meg. Az egy szempont volt, hogy ne csak az legyen, hogy most ott van három gitár, aztán ott majd, hanem működjön. Van egy csatár, bal szélső, jobb szélső, kapus, mit? Tehát így működik egy jó csapat, szerintem. Meg vannak a szerepek. Foci példával élve. Bocsánat, hát igen. Most képzeld el, hogy ez különbözteti meg a gruntfocitól a profi futballt is, hogy nem csak rohangálnak a labda után, amerre lejt a pálya, hanem... Na most erre nagyon jó dalokat találtunk, de aztán utána tovább ment az egész, és én nekem a szívemben volt az, hogy a Szabó Gábor év, ami két évvel ezelőtt volt tulajdonképpen a Szabó Gábor halálának a 40. évfordulója. Szabó Gáborról, hogyha valaki nem tudná, ugye a valaha élt leghíresebb jazzista. Én utálok legeket mondani, de most ez a szem objektív teljesen. Ez és dolog. Díjat is neveztek el. És még díjat is neveztek el róla. a leg, tulajdonképpen mondhatni most, Szabó hogy a... Gábor díjas én is Szabó Gábor díjas vagyok, és nagyon büszkén viselem ezt. Kicsit érintett vagyok az ő életművében, noha én soha nem találkoztam vele személyesen, de olyan értelemben, hogy az én apósom, az Ágon Iván, ő jó barátja. Kiváló jazzzongorista, aki nem tudná. És annak idején volt egy lemez, kiadtak itt Magyarországon, ami egy régi 56-os felvétel, még a forradalom előtt vették föl, Garai Attila együttese, Zágon Iván együttese és Szabó Gábor együttese játszik. Ez és az, amit a Willis Canoveri utána a 57-ben, 58-ban csinált egy ilyen blind testet, nem? Lehet, hogy csinált blind testet is, de 56 végén ezt kimentette az amerikai kultúratasi Magyarországról, kivitte, és eljutatta a Willis Canoverhez, aki a Jazz Hour adásával, akkor még a Szabad Európám adásán, amit ugye hát nem volt ajánlott. Hát az akkori magyar jazzisták azon nevelkedtek. Igen, rá voltak tapadva, onnan írták le a felvételeket, nem volt visszatekerési lehetőség. Na mindegy, az a lényeg, hogy behívott 5 élvonalbeli amerikai muzsikust. Jerry Mulligan, Quincy Jones, J.J. Johnson, Billy Taylor, ötödik, nem tudom ki, de ilyen nevek, és ezek elemezték a magyarok játékát. Hát ez volt a blind test. Nekem megvan lemezen. A Malosi Robi járta ki, hogy az amerikai nagykövetségen keresztül kikérték az anyagot, így és van, kiadták. Így van. A vaktesztet nem tudtam, én csak arra emlékszem, hogy beszélgetnek ott bent, és a Willis Canover néha azt mondja, miközben elemzik a apósom, meg a Garai Attila játékát, meg a Szabó Gábor játékát, hogy hát nem tudom, hogy ott most Magyarországon 56 tele van, és harckocsik vannak, és járják az utcákat, és vagy őszer, mindegy, és nem tudja, hogy ezek a muzsikusok élnek-e még. Igen. De azért ez komoly. Elkalandoztunk, egy kicsit beszélj, mert lassan lejár az időnk, de nagyon, ez... Csak az érintettségemet, na minden esetre ez a lemez, omázs Gábor Szabó címmel az ő életművét, egy ilyen képzeletbeli életútja egy olyan emberrel, aki kénytelen elhagyni az országát, kénytelen elhagyni a barátait, és egy új életet kezd, és megcsinálja azt a karriert, amit a Szabó Gábor, és hazatér meghalni, és egy olyan életutat mutat
sok ember előtt, ami óriási tisztelettel. És követendő talán. És követendő, így van. Tervek a lemezzel, meg egyáltalán az életedben. Nyilván maradsz a gitárnál. Egyelőre igen, azt nem találtam jobbat, bár van egy csellóm, amit pengetve próbálgatok. Na, visszatérve a viccet, milyen sorozat lesz, vagy koncert? Szeretnénk bemutatni, most az a tervünk, a magyar, vagy illetve a budapesti élvonalbeli klubokban, tehát el fogunk jutni majd a Budapest Jazz Klubba is, a Háló Jazz Klubban is leszünk például május 14-én, és a Jazz Pressóban, a 17. kerületi Rákoskeresztúri Jazz Pressóban is be fogjuk mutatni ezt az anyagot. Egyelőre én csak kapkodom a fejem, hogy milyen érdeklődés van, mert az, hogy engem érdekel, az jó, és mondjuk lehet egyfajta garancia arra, hogy talán másokat is. Én ennek nagyon örülök. Szerintem a garancia arra, hogy te vagy a vezetője, és hogy te gitározol benne, és a többiek is természetesen, de tudom, hogy más formációban is dolgozol, meg van saját Leo-d, és itt tovább. Tehát elég nehéz, azt mondja, hogy mondják, feladatot vettél a válladra azzal, hogy menedzseled is a dolgaidat, én úgy gondolom. Anélkül ezt nem tud megcsinálni, igen. Tehát tervezünk a triummal például egy erdélyi turnét, a Nemzeti, igen, Kulturális Alapnak a támogatásával. Egyébként ez a budapesti koncert, igen, turné, nevezhetjük akár annak. Ez is a Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Dolgozom új dalokon, amik például picit mások, mert aki ismer engem, az tudja, hogy Modern Zsoltárok címmel én már írtam több dalciklust, most megint mozog az agyam, és most az új szövetségi bibliai történeteket dolgozom föl, és igazából nem is tudom, hogy az mikor, hogyan lesz előadva, bár van egy Jaffy and Friends, Gyárfás István és Barátai formáció, velük van ilyen tervem. Örög az agyam. Helyes, és különben aki többet meg akar tudni Gyafiról, az mi csináltunk pár éve itt nagy műsort a Heti Jazzben, emlékszel? Kétszer 45 percet. Nem fértünk bele egy adásban. Igen, azt keressék ki, a YouTube-on fönt van, és akkor nagyon sokat megtudnak a Gyafiról. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Sok sikert kívánok a lemezhez, köszönöm is, szépen, az egyéb dolgaidhoz, és az élethez úgy általában. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Köszönöm.